Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. március 31. napja van, ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mit látunk a Bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a csárpánk reggeli dűnyögései. Egy hetes Bitcoin grafikon, azt látjuk ezen a csárton, hogy bár még a hétnek nincsen vége, de nagyon úgy néz ki, hogy a második ilyen Doji szerkezetű gyertyát készül nekünk a Bitcoin itt a hetes csáton legyártani. A Doji ugye az, aminek ilyen nagyon pici teste van, ott nyit, ahol zár, és fölfele, lefele pedig csak vikelget az árfolyam. Ezek egy egyértelműen oldalazó konszolidációs mozgásra utalnak. Az, hogy ez az oldalazó konszolidáció, ez egy akkumuláció vagy egy disztribúció, azt leginkább a Wyckoffhoz nálam sokkal jobban értők tudják megállapítani. Én ebbe különösen nem mennék bele, nyilván alacsonyabb idősávon erre rá lehet rajzolni valamilyen Wyckoff struktúrát, amit itt látunk a hetes csárton, hogy egy egyértelmű oldalazó konszolidációs mozgásban vagyunk, illetve azt is látszik, hogy a rövid mozgóátlagunk most már megérkezett erre a szintre, tehát ahhoz, hogy tovább tudjanak a, a bikák továbbra is fent tudják tartani ezt a teljesen longos trend struktúrát, el kellene majd lassan a következő egy-két hétben indulni felfelé. Tudni, hogy ha ezen a szinten marad a bitcoinnak az árfolyama, akkor a rövid mozgó egy oldalazásba Fog kezdeni, és előbb-utóbb megérkezik a szintjére a közepes mozgóátlag, és potenciálisan akár lefele is keresztezhetik egymást. Jelenleg azonban a konszenzió rendszerben a legnagyobb long 3 pozíció méretet indikáló trendstruktúra van a grafikonon, magas mozgóátlag alól, közepes mozgóátlag középen, a rövid mozgóátlag pedig fölül, úgyhogy alapvetően erre semmi panasz nem lehet. RSI nagyon szépen néz ki, emelkedik, 65-ös jó erős értéke van, összes exponenciális mozgóátlag a fölött van, és a csárpánk momentum oszcillátor is emelkedik. Nagyon-nagyon szép trend és momentum struktúrát látunk itt a hetes csárton. Nézzük, hogy mi újság alacsonyabb idősávon. Három napos bitcoin grafikon, itt is egy egyértelműen long három pozíció méretre indikációt adó trend látunk. A gyertyákat pedig itt is zöldre színezi a csárpánk kereskedési rendszer indikátor, ami azt jelenti, hogy a háttérben longos momentum konfluenciát érzékel. Az rsi a mozgása az itt is jól néz ki, alapvetően bent van a 66 fölötti nagyon bikás zónában, és az összes exponenciális mozgó átlaga felett van. Egy picit divergens az eresi az árfolyam mozgásához képest, ezt ugye folyamatosan nézzük, amióta ez az emelkedés tart, ez, ez valamennyire jelezheti itt a kezdeti momentumnak az eltűnését ebben a mozgásban, de alapvetően ez egy szép grafikon. A csárpánk momentum oszcillátor az egyetlen, ami elkezdett itt lefelé keresztezni nekünk a mostani gyertyával. A mostani gyertyánk az ma fog zárni, Meglátjuk, hogy ez a lefele keresztezés, ez milyen momentum csökkenést jelent nekünk itt középtávon. Alapvetően ez a struktúra még szép, long 3 pozíció méretet indikáló konszenzió struktúra. Egy napos bitcoin grafikon itt egyértelműen látszik ez az oldalazó zóna, amelynek a nagyságát, azt nagyjából így lehet bejelölni, nyilván pár száz dollár ide vagy oda, de látjuk, hogy ebben a zónában oldalazik a bitcoinnak a mozgása, a mozgó átlagaink is ebben a zónában oldalaznak. Nyilván akik zónát kereskednek, azoknak egy nagyon-nagyon jó kis stratégia az, hogy a zónának a széleit nyitják és a közepét adják, ezt itt az elmúlt egy-két hétben csodálatosan lehetett játszani a bitcoin piacán. Azok, akik a konszenciórendszer rendszer szerint telegetik a pozíciójukat, ők pedig jelenleg egy long hármas pozícióban vannak, hiszen azt látjuk, hogy a mozgó átlagok azok teljesen longos elrendezésben vannak. Itt megint csak az látszik, hogy 28.500 fölött kellene a bitcoinnak ahhoz mozognia, hogy ez a long 3-as pozíciós szerkezet megmaradjon. Abban az esetben, hogyha 27.000 dollár alatt történne a bitcoinnak az árakciója, akkor ismételten le fog keresztezni a rövid mozgó átlag a közepes mozgó átlag alá. Az eresinek a mozgása az szintén mutatja nekünk ezt a csökkenő volatilitású oldalazó zónát, tudni, hogy az rsi az értéke, az folyamatosan csökken. A csárpánk momentum oszcillátor egy érzékenyebb momentum indikátor, ő most készül ismét felfele menetbe kapcsolni, reméljük, hogy ez tudja segíteni a közeljövőben a mozgásokat. Azért is mondom ezt, mert egy nagyon-nagyon szép időszakon vagyunk túl itt a bitcoinnak a világában. Én azt hiszem, hogy ezen a ponton itt lent, amikor éppen nem tudom, hanyatszor halt meg a bitcoin, és mindenki azt mondta, hogy a kriptónak éppen vége van, nem tudom, hogy bárki merte arra tippelni, hogy itt egy ilyen több mint 50 os akár 60-70 os mozgás lesz a következő hónapokban. Én azt gondolom, hogy ezt a mozgást, ezt azzal kellene befejeznünk, hogy ezt a szintet visszahódítjuk itt. Ezt a 32.000 és 28 dollár közötti szintet. Én itt szeretném látni ennek a mostani impúzusnak a befejezését, és utána akár ebben a zónában egy hosszú hetekig, hónapokig tartó oldalazást teljesen egészségesnek tartanék, és egy nagyon jó kis bázisképzésnek tartanék ahhoz, hogy a Bitcoin onnan majd meg tudjon indulni a közeljövőben, azt egy picit rossz Nak tartanám, hogyha ebbe a zónába nem tudunk visszatérni. Mert látjuk, hogy itt sokáig oldalazott a bitcoin, itt komoly forgalom volt, itt nagyon sok bitcoin cserélt gazdát ebben a zónában, ide illendő lenne visszatérni. Nem igaz, hogy most magas idősávú rendszerkezetben már megtörtük a korábbi csúcsokat, már magasabb mélypontokat, magasabb csúcsokat képez az árfolyam, mégis, hogyha így horizontálisan nézzük a piacnak a szerkezetét, akkor én azt nem tartanám egy jó ómennek, hogyha itt lepattannánk erről a zónáról. Én azt gondolom, a bikákban még annyinak kellene lenni, hogy belekereskedik ebbe a zónába a bitcoinnak az árfolyamát, és akkor itt tőlem elpéngethetünk, akár nyárig vagy őszig. Itt egy nagyon-nagyon jó kis bázisképzést lehet csinálni, ki lehet szépen rezetelni a momentum indikátorokat, esetleg újra alsó deviancia zónákba letolni őket. Én ezt tartanám a bitcoin szempontjából a legoptimistább verziónak. Nem mondom, hogy ez fog bekövetkezni, még véletlenül se kereskedjétek azt, amit én mondok, csak okoskodok itt a csártok előtt, mint minden másik technikai elemző. Én azt gondolom, hogy ez alapján a piac szerkezet alapján, amit magam előtt látok, a lehető legoptimálisabb szenárió az ebbe a zónában való betörés, és itt egy jó hosszú konszolidáció lenne, mert azzal gyakorlatilag azt mondhatnánk, hogy ezt az alsó ilyen deviációs szintet, ezt magunk mögött tudhatjuk, és ezt a szintet bázisként lehet majd használni egy későbbi komolyabb meginduláshoz. Ugye jövőre érkezik a felezés, a felezés az általában egy bikás tényező szokott lenni a bitcoinnak a mozgásában, úgyhogy ha a történelem nem hazudik, akkor azért kell, hogy majd kapjunk árfolyam emelkedést. Én azt gondolom, hogy ebben a 28 és 32 1000 dollár közötti zónában, hogyha készítünk egy bázist, az egy nagyon-nagyon jó kis kiindulási pont lehet, majd később akár egy új alt-time az eléréséhez. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az áfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő videóban, sziasztok!